Játékautók. Egy borús napon a játékautók városában óriási nagyhatalmas szél kerekedett, olyan hatalmas, amilyet eddig még soha nem is láttak. Kegyetlenül fújt a szél. A rendőrök gondolták, hogy ebből bizony baj lesz, de azt, hogy magát, esetleg a rendőrállomást is össze tudja dönteni, arra nem gondoltak. Ó ne! Úristen! Nagyon fúj a szél! Összedönti a rendőrállomást! Most mi lesz? A vihar hatalmas pusztulást okozott. Ájj! De szerencsére a rendőrállomás még megmenthető. Azt hiszem, először egy nagyot kell takarítani, a takarítás után pedig az első dolgunk az lesz, hogy újraépítsük a rendőrállomást, hiszen a játékautók városának mindenképpen szüksége van rendőrállomásra. Először is jön egy bobcat, a bobcat pedig összeszedi a sok-sok falevelet, amit a vihar szétszórt. Sikerült! Tegyük bele a kukába! Mind belefér! Jöjjön a kukás autó, ami elviszi a szemetet! Megvan a kukás autó. Tegyük rá! Már önthetjük is ki! Viheti a kukás autó! Most, hogy végre összeszedtük a faleveleket, újjáépíthetjük a rendőrállomást. Méghozzá ezzel a hatalmas daruval. Jó sok munka lesz, mire minden egyes elem a helyére kerül. Ne késlekedjünk, kezdjünk neki! Először kezdjük a legnehezebb elemmel. Emelheti is! Igazítsuk a helyére! Megvan! Jöhet a következő! Ezt is viheti! Igazítsuk a helyére!
Ez is a helyén. Jöhet a következő elem. Igazítsuk a helyére ezt is. Megvan! Már majdnem kész vagyunk. Már csak az utolsó elem, az autólift hiányzik. Gyerünk, Daru, emeld! És már az autólift is a helyén. Sikerült! Kész vagyunk! Reméljük többet nem lesz ilyen szélvihar. A Darunak pedig nagyon köszönjük a segítséget. Ez egy nagyon szuper Daru volt. Újra áll a rendőrállomás. Iratkozz fel a Játékautók csatornára, és nézd meg a többi mesét is!